Tisztelettel köszöntöm Önöket a Bajnokok Városa mai adásában. Egy nagyon szép jubileum apropóján beszélgettünk, mert hogy 50 évvel ezelőtt rendezték 1968-ban Mexikóvárosban az olimpiai játékokat, és bizony ezen az olimpián Bakos Károly, a Fehérvár Rögbi Klub súlyemelő szakosztályának vezetője egy gyönyörűen csillogó bronzérmet szerzett, és nagy tisztelettel köszöntöm a mestert itt a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást. Hát persze van bőven miről beszélgetni, mert hogy a mester továbbra is aktív, részben a Masters mezőnyben, részben pedig a Fehérvár Rögbi Klub súlyemelő szakosztályának vezetőjeként, szakosztályvezetőjeként. És hát persze volt idő felidézni az emlékeket egészen pontosan a helyszínen, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság hagyományosan ezúttal is egy delegációt indított a korábbi olimpiai játék helyszínére, ezúttal ugye a jubileum kapcsán Mexikóba, és hát a mester is ellátogatott, visszalátogatott Mexikóba. Milyen volt visszamenni, mennyire köszöntek vissza az élmények, érzések fél évszázadról ezelőttről? Hát kezdetben egy kicsikét, hogy is mondjam, nehezen indult be a dolog, kihevertük a hosszú utat. Mennyi idő alatt lehet odaérni egyébként? 14 óra 20 perc. Az nem kevés. Igen. Hát Budapestről indultunk, Párizsba szálltunk át, van egyenesen Mexikóban, ott eltöltöttünk 5 napot, és utána 5 napot eltöltöttünk Cancúnban. Ez egy Atlanti-óceánon egy sziget. Ilyen üdülő övezet. Hát ott egy kicsit kipihentük magunkat, és rendkívül élvezetes volt a dolog. A súlyemelő terembe, tehát ott, ahol versenyzett, oda visszatért? Sajnos volt alkalma? Nem sikerült. Nagyon nehéz volt bejutni a film felvevőknek, akik az ottan figyelemmel kísérték a tevékenységeinket, meg a régi sporthelyekre elvitték azokat a versenyeket, akik meg sikerült kijönnie erre a nosztalgiatúrára. Úgyhogy a vívóknak sikerült a saját tervük előtt előadást tartani, vagy ugye többen beszéltek, mert többen érmések voltak. A kajakkenu, az oda is kimentünk a tóra, ahol a versenyek zajlottak, és az atlétákkal együtt bejutottunk a olimpiai stadionba is. Na most a mi kedvünkért érdekes módon a magyar delegációval, meg sok vendéggel újra lejátszották az olimpiát. Tehát kaptunk ilyen különböző színű ingeket, és az 5 karikát mi magunk megrajzoltuk, tehát úgy értem, hogy összeszedtek egy csomó fiatalt, meg érdekelte. Hát nézősereg is volt, és a hagyományokhoz megfelelően a gyertyát, vagy a gyertyát, a lángot is újra meggyújtották. Hát ez egy jó 3-4 órás dolog volt tűzönapon, de nagyon kedvesek voltak, aranyosak. Úgyhogy aztán, tehát a súlyemelők a súlyemelőteremben nem. Azért ez egy szép gesztus a MOB részéről egyfelől, másfelől meg, hát tényleg azért nagy dolog, hogy az ember így fél évszázad után vissza tud menni oda, ahol igazán sikerült nagyot alakítania. Nem tudom, hogy ki találta ki, de nagyon örültünk neki. De már úgy emlékszem legalábbis, hogy a római, a tókiói, meg most a mexikói. Tehát mi voltunk a harmadik. Uh-huh. Ilyen 50 évet eltöltött, és a helyszínre elvittek bennünket. Úgyhogy ez felejthetetlen volt. És a 68-as emlékek azok mennyire élnek önben élénken? Ugye középsúlyban szerzett összetett bronzérmet. 75 kilóba versenyeztem, azt úgy hívják, hogy váltósúly. Váltósúly, bocsánat, igen. Hát ez nagyon érdekes, mert azért egy pár szót ejtenék, hogy 14 éves koromban kezdtem súlyt emelni, és 1963-ban a ifjúsági világcsúcsot sikerült elérnem, akkor 20 éves voltam. És ezzel egyben be is kerültem a felnőtt válogatottba. 63-ban. 63-ban, bocsánat, rosszul mondtam.
Akkor pont 20 éves voltam, és a IFI-be akkor ez még ifjúsági világcsúcsnak számított. Nos, és akkor 1966-ban bekerültem a berlini világbajnokságon a felnőttekkel, ott Európa bajnokságon 5., világbajnokságon 6. lettem. Azért mondom, hogy ez 66-ban volt már, akkor 67-ben voltak előtte világversenyek, de hát ugye az olimpiáról beszélünk, 67-ben a próbaolimpiát azt megnyertem, és hát az élesbe 1968-ban, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon szörnyűséges, nehéz dolog volt. Hát ugye, aki nem ismeri a súlyemelést, vagy az, aki ismeri is, tehát úgy kezdődik, hogy az ember, ez egy súlycsoportos verseny. Tehát mindenkinek a saját testsúlyát hozni kell. Hát kicsit megerősödtem a versenyek előtt, és 82 kiló volt a testsúlyom, és a versenysúlyom meg 75 kilónak kellett lennie. Hát el lehet képzelni, hogy egy olimpiai faluba, ahol legalább 5 étterem volt, meg az utcán lehetett étkezni bármit. Én napokig semmi más nem csináltam, csak a szállodából a szaunába mentem, és legyütörtem magamról 7 kilót. Az igen, mennyi idő alatt ment le ez a 7 kiló? Hát kín, az 3-4 nap. Na most itt, hát ugye erről lehet beszélni, hogy mi tudjuk nagyon jól ezt az ökölvívók, birkózók, stb. Tehát nem lehet úgy edzeni megfelelően, hogyha súlyban van az ember. Ezen állandóan vita folyik. Tehát, hogy lassan vigyük le a testsúlyt, meg gyorsan vigyük le. A gyakorlat az a helyes, hogy pillanatokon belül 2-3 nap alatt lefogy az ember, becsapja a szervezetet, és a mérlegelés után visszaveszi majdnem a teljes súlyát. Ez már eleve, hogyha én 75 kilósra versenyzek, és én már 77-78 vagyok, már eleve az előnyt jelent. Aztán vannak pekhesek, mert az ökölvívók minden reggel mérlegelnek, meg a birkózók is. Súlyemelésben csak egyszer kell. Na, hát úgy kezdődött, hogy, és még hozzátartozik, hogy ez 3 fogásból állt annak idején, tehát nyomás, szakítás, lökés. Egy ilyen verseny mondjuk 10 embernek az egy ilyen 5-6 órás versenyt jelent. Tehát a B csoport, stb. Hát nyomásban jól szerepeltem, azt hiszem, országos, igen, 30, igen, az megfelelő, jó volt. Szakításom lehetett volna egy picivel kisebb, arra nem emlékszem, mennyi az 132. És fél. Tudom. És lökésben azért nagyon emlékezetes számomra, mert a következő történt. A verseny előtt én 8. voltam a világranglistán. És én nagyon, hát tudtad persze, hogy tudjuk, hogy ki lehet az első, ki lehet a második, és kit lehet megverni. Hát ott voltak, ugye volt egy szovjet, egy szegény Ócsi, ez mindig áthúzta a számításaimat, így az olimpián, a világbajnokságon, később Varsóba is, mindig testsúlya kaptam ki. Na, a lényeg az, hogy hagytam ezt a 2-t, ezzel nem foglalkoztam. Igen, ám, de maradt még 6, akit meg kellett verni. És hát ugye ott is voltak testsúly különbségek, és aki könnyebb, az mindig előrébb jut. Na most az történt, hogy mindenki 170 kilóra ment, azt kellett kilökni ahhoz, hogy a dobogóra kerüljön fel. Hát édes mond, az előző ellenfeleim mind eldobálta a súlyt. És miután én voltam a legnehezebb, nekem volt az első fogás, illetve a második, mert volt egy biztosítási fogás. Másodikra. Tehát, hogyha azt megcsinálom, akkor már dobogós vagyok. Igen ám, de az történt, hogy azt nem tudtam megcsinálni. Gyakorlatilag majdnem elájultam én is. Úgyhogy, és akkor kezdődött újra ez az egész előről. Az már kellemetlen volt, mert bárki megcsinálta volna ezt a 175, akkor nekem már 172 és félre kellett volna menni, nem úgy, mint, szóval most már úgy van, hogy 1 kilót is lehet emelni, akkor még nem lehetett. Tehát akkor 72 és felett kellett volna. Hát, és akkor, ahogy mentek sorban, mindegyik potyogott el. Volt olyan, hogy egy Dietrich nevezetű német ellenfelem, az így teljes hosszába kilökte a súlyt, és a hanyatt esett, vagy nem tudom, mit csinált, nem engedte el a rudat. Elég mulatságos volt, baja nem lett.
Na és hát gyakorlatilag ott álltam így szembe ezzel a 170 kilóval, vagy harmadik vagyok, vagy nyolcadik. Ez volt a tét. Hát az megvan filmen is, meg lehet nézni a tévében, az én Facebook oldalon, bárhol. Hát ott tényleg lehet látni, hogy ez egy kényszenvedés. De a lényeg az, hogy a bírók megadták, úgyhogy érvényes volt, és ha jól emlékszem, akkor 440 kilóval megjavítottam a Huszka Mihály összes magyar csúcsát. Hát ez azért, tehát egy ilyen helyzetben helytállni, hát nyilván ez azért óriási, az bizonyítja, hogy az ember nagyon rendben van mentálisan. Megvannak ezek a pillanatok? Mire gondolt akkor, amikor ott állt a 170 kiló felett? Megvan ez a... Igen, ez egy visszatérő kérdés, hogy mit érzünk akkor, meg amikor felállunk a dobogóra. Hát, hogy is mondjam, hát természetesen mindenki másképp fogja fel, de hát egy biztos, hogy öröm. Öröm. Tehát egy nagy öröm veszi az embert elő. És pillanatokon belül visszaszalad az elmúlt időkbe, hogy ez hogy is volt. És közben, ha hát jó voltam valahol első is, tehát vegyünk egy himnuszt, akkor is lezajlik minden, hogy mi volt a kezdetől egészen az addig a pillanatig. És hát akkor még az ember általában szerintem magánkívül van. Tehát olyankor, mikor a mikrofont a számba nyomják, akkor az ember akkor nem nagyon tud mit mondani. És emlékszik arra a pillanatra mondjuk, amikor már a verseny után volt, amikor már megnyugodott, és tényleg fel tudta azt fogni, hogy az olimpián dobogóra állhat? Van ilyen pillanat, vagy érzés? Hát igen. Amikor úgy lenyugodott önkörül minden? Hát egyelőre egy-két hétig azért úgy... hogy most nagyon boldogságból töltöttem azt az időt. Nagyon tetszett, hogy megismertek az utcán, a villamoson, mert én budapesti voltam még akkor, tehát. És természetesen, miután harmadik lettem, az volt a következő lépés, hogy valahogy nyerni is kéne majd. És akkor már terítéken volt az, hogy egy súlycsoporttal feljebb kell emelkednem. Igen, ám csak az sem volt egy egyszerű dolog, mert Veres Győző volt előttem. Tehát őt kellett megverni ahhoz, hogy én az olimpián szerepeljek, vagy világversenyen. Úgyhogy aztán úgy alakult, hogy szegény Győző egy ilyen gyógyíthatatlan gerinc sérülése volt, aztán hát próbálkozott szegény, de nem. Nagyon sikerült, dobogóra se került. Na, tehát visszatérve, hogy az ember mindig előre gondolkodik. Tehát akkor én már tudtam, hogy soha többet 75 kilóban nem fogok versenyezni, kénytelen vagyok a Veres Győzőt megverni. Természetesen edzésen sokat nevetgéltünk ezen, meg azt mondta, hogy soha életemben nem fogom megverni, hát ilyen cukkolások voltak. Na hát én javítottam meg az ő csúcsait is például. És az ő súlycsoportjában én lettem világbajnok is, Varsóban 1969-ben. Hát természetesen, ha már egyszer az ember egy ilyen eredményt elér, akkor nagyon igyekszik, hogy megismételje. Először is többet kell emelni, többet kell dolgozni, és jobb körülmények közé is kerül az ember. Ugye hát adta volna magát a helyzet, hogy 72-ben Münchenben. Az 75-be indultam volna. Ja, hogy 72-ben Münchenben. Igen, az olimpia. Igen, az történt, hogy elkezdtük az alapozást az előző évben, tehát 1971 vége felé, a novemberben lementünk, alapozást kezdtünk el csinálni. Hát természetesen lementünk, ugye, mert mikor sérüljön le az ember, ugye. Lementünk lábteniszezni, és egy új cipővel kezdtem el az új idényt, és oda ragadt a talpam a padlóhoz. Na, a bal lábam, a bokám három helyen megsérült, ilyen részleges szakadás volt. De hát inszakadás, meg stb. Meg tegyük hozzá, hogy 50 évvel ezelőtt történt, akkor még az orvosok is másképp dolgoztak. Úgyhogy kínlódtam vele egy éven keresztül, és nem jött rendbe. De azt mindenki tudta, hogy tehát már az előző évek, tehát az utolsó években már én 500 kilóval kacérkodtam összetettben. Akkor még 487-tel
nyertem világbajnokságot, de edzéseken már csináltam 90-95-öket. Tehát az 500 volt a cél végül is. Hát ez a sérülés, ez betörte. Ez meghiúsította az olimpiai szereplést, hát, igen. Ugye mindig arról beszélünk, hogy egy élsportoló mindig három lábon álljon, mert ez megtörténhet, és akkor azért kellett iskolába járni, stb. Hát térjünk át a jelenbe, hogy arra is jusson idő, mert hogy hát ott is szép sikerekről tud beszámolni, nem csak mint Masters, mint veterán versenyző, hanem mint edző is, hiszen a tanítványok is kitesznek magukért. Ugye ezt egy korábbi interjújában elárulta, hogy egy betegség távol tartotta önt a súlyemeléstől, de aztán újult erővel végül lement a terembe. Ugye ezt volt talán 2 évvel ezelőtt. Igen. Hát ehhez még egyet hozzátennék. Én 1976-ban kerültem Székesfehérvárra. És az Alba Régia építőknek egy olyan területre jöttem le Budapestről, kerestek edzőt. És nekem nagyon tetszett, hogy Fehér megyében nem volt súlyemelés. És azért ragadtam itt, ezt választottam, mármint Székesfehérvárt, hogy az én elképzelésem szerint létrehoztam itt a megyében, meg a városban a magyar súlyemelést. Ezt 14 évig csináltam, igen eredményesek voltunk, nagyon jó körülmények között mindent megkaptunk, voltak válogatottjaim, országos csúcstartók, és magyar, felnőtt magyar bajnok, ifi magyar bajnokok, stb. Na, ez 14 év. És akkor 92-ben, hát az ismert események miatt megszüntettek egy pár szakosztályt, és akkor a szakmámhoz nyúltam, volt tanári végzettségem is, úgyhogy a Árpád szakmunkás képzőben dolgoztam 14 évig műszaki és elméleti tanárként. 67-ben mentem nyugdíjba. 97, igen, keverem ezeket már sajnos. Semmi. Az Alba Régia vezetősége megkeresett a lakásomon, és megkérdezték, hogy nincs-e kedvem egy súlyemelő szakosztályt létrehozni, és azt vezetni. Hát nem tudtam nemet mondani, mert mit csináljak én nyugdíjas koromban. Úgyhogy egy olcsos Feri segítségével igen sok munkája volt benne. Az ő érdeke az volt, hogy a röbbiseknek az erőléti edzését ott meg tudta oldani helyszínen. És hát megfelelő, hogy mondjam, reklám után azért sok, nagyon sokan jelentkeztek. Az a baj, hogy a súlyemelő termünk, azt biztos látta, hogy az elég kicsi. Ez már így van 6 éve. Tehát mindig beszélünk erről, hogy kellene egy 5-szor akkora, akkor mennyivel több versenyző lehetne, stb. Stb. De hát ez még idáig nem történt meg. Hát és akkor ott elkezdődött a munka. Akkor még a röbbisekből állt a törzs állomány. Nagyon jó, ugye súlyemelésre alkalmas gyerekek voltak, de amikor 18 évesek lettek, meg mit tudom én, akkor a fő sportágok a röbbi lett. És akkor így állandóan mentünk iskolákba, ide-oda, reklámoztuk, és hát mi versenyeztünk minden évben 10-12, tehát egy súlyemelésben nem úgy van, hogy tehát sűrűn vannak versenyek, nem is lehet, 2 kiemelt verseny van ezen. Tehát mi sok, tehát az egész országban jobban ismertek, mint itt, Fehérváron. Térjünk is át az idei évre és az ön egyik kiemelt versenyére, hogy tényleg arra is jusson idő. Masters világbajnokság Barcelona. Hogy sikerült, és mennyire volt fontos az ön számára a kihagyás után, hogy itt jó eredményt érjen? Hát ezt megelőzte már 2 Európa bajnokság, meg egy világbajnokság, ahol a Bodiszabó Katinka az 2000... Igen, ő világ és Európa bajnok. Világ és Európa bajnok, többszörös Európa bajnok ezen kívül. És a Feri is ráadta a fejét, hogy ő is szeretne már valami külön, tehát egy jó eredményt elérni.
ugye emlékszem, hogy Angliában azt hiszem 5. lett, Svédországban 4. lett, az tavaly volt, 17-ben. És nagyon jól sikerült ez az a 2018. évi felkészülése ebben az évben. Úgyhogy mind a kettő versenyzőmet sikerült első helyre segíteni. Úgyhogy a Kati is Európa-bajnok lett, meg a Feri is. Na de étvágy közben jön meg a dolog. Úgyhogy a Ferinél már az edzéseken lehetett látni, és a nevezések során, hogy őneki nagy esélye van ahhoz, hogy simán világbajnok legyen. Annak megfelelően viselkedett, rendkívül szorgalmas volt, Kati is. És akkor jutott eszembe, hogy hát elkezdtem én is egy kicsit edzeni, és úgy nézett ki, hogy az én súlycsoportomban, az én korosztályomban 4 ellenfelem van, abból 2 megverhető volt. Tehát akkor gondoltam, hogy hoppá, mondom, így is kimegyek, mint edző, hát akkor miért ne versenyezzek én is egyet. Úgyhogy én voltam az első versenyző 17-én. Augusztus 17. Meglepetésre, ugye, jó, meg kellett verni egyébként a Norvégot, nem is volt olyan könnyű. Tehát mindez ilyen 6-7 vagy 6-7 hónap edzéssel. Ugye, mert előtte, ahogy beszéltünk róla, hogy egy kis gondjaim voltak. Úgyhogy magam is, a Kati is, Feri is most be vannak indulva. Jövőre Kanadában lesz világbajnokság, és arra. Egyébként helyezésben mit jelent a barcelonai szereplés önnél és a Katinkánál, illetve igen. Hát a Gyolcsos Feri első helyet szerezte. Tehát ő világbajnok. Lett, igen. A Katinak nem sikerült jól. Tulajdonképpen ezüstérmes lett, tehát ő második lett. Ő is nyerni ment ki, szerette volna megismételni az előző eredményeket. Én eleve harmadik szerettem volna lenni, igen ám, de hát aztán ugye edzésen úgy tűnt, hogy akár nyerhetek én is, tehát azért titokban azért gondoltam arra, hogy hát, ugyanis mindig a versenyen dől el minden. Tehát először fejbe, de az a valóság, amikor az ember eljut oda, és akkor eljön a verseny napja, és akkor megtörténik a mérlegelés. Ott már harc van, hogy kinek milyen a súlya, például alá megyek, kevesebb vagyok, előnyem van, stb. És hát ezt mind eljátszottuk, mind a hárman, hogy a legjobb. Tehát azt akkor, amikor el lehetett érni, ezt meg is csináltuk. Úgyhogy hármunk közül a Feri volt a legeredményesebb, ha úgy tetszik. Nem csak a világbajnoksága miatt, hanem előbb említettem, hogy abszolút. De hát ugyanakkor persze azért a sport iránti elkötelezettség szempontjából is nagyon fontos az, amit ön csinál súlyemelőként, veterán versenyzőként és egyáltalán szakvezetőként. Szóval igazából a helyezés szinte csak másodlagos, én azt gondolom. Mi az, ami önt 75 évesen motiválja és előre viszi? Hát elsősorban szeretnék példakép lenni. Tehát a kisgyerekekkel is foglalkozunk, 8 évestől 12, 14, 16. Most ez a korosztály van. Ez is tulajdonképpen tehát úgy látom, hogy ma az utánpótlás nevelésre igen sok lehetőség van, támogatás. Most nem a taj sportágakról beszélek, hanem az egyebekről, de lehetőség van. Hát meg rajtam is múlik, hogy legyen. Nagyon jó az, hogy nekünk a masterszaink ilyenek, tehát ezek mind példaképek. A Kati kivétel, mert ő olyan 35 éves korában kezdte el a súlyemelést, és így 3-4 év alatt világbajnok lett. Úgy, méghozzá úgy, hogy 10 ember kellett megvernie, tehát nem ilyen potya első hely. Általában lenézik, pedig, nagyon mérges vagyok ezért, ugye más se hallunk, hogy szabadidő sportág. Na most tehát az, hogy futnak, úsznak, abból hatalmas műsorokat rendeznek, Balaton átúszástól kezdve ilyen-olyan futásoktól. Na most
Én úgy gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan sportág, aki ne súlytemelne. Most felsorolhatnák ilyet, hogy testépítés, crossfit, gírja, erőemelő, itt tudom én, egy csomó ilyen van, és ez azt jelenti, hogy a termek meg tele vannak, meg a fitness, meg a, a bodybuilding-ek. A súlyemelést, ez egy kicsit megtépázta, mert, hogy is mondjam, elszívják ugye a súlyemelőket ezekbe a termekbe. Jobbak a felszerelések, nem kell versenyezni, egészség és szépség ott az a kívánalom. Testsúly, foglalkoznak, hölgyek is nagyon sokan járnak, és jól is járnak, mert súlyzózással igen jó formákat tudnak elérni saját magukkal. Na most, igen. Így a beszélgetés végén, csak azért, hogy tényleg a nézőket képbe hozzuk azzal a teljesítménnyel, amint ön 75 esztendősen végez. Tehát hogy néz ki egy edzés? Mennyi súlyt, vagy mekkora súlyt mozgat meg, és egy héten egyébként hányszor megy le a terembe, konkrétan edzeni? Hát ahhoz, hogy az ember eredményes legyen, ott feltétlenül a rendszeresség az a fontos. Tehát nincs olyan, hogy kedvem van, meg nincs kedvem. Fúj a szél, vagy esik a hó, vagy stb. Minden héten háromszor edzünk, mindenki. Aki úgy érzi, hogy több kell, azok nyilvánvaló négyszer-ötször edzenek egy héten. Ami az, hát így, hogy súlya, hát általában megszoktuk, ezért három edzés van, mert ugye szakítás-lökés gyakorlat az a versenyszám. És ehhez tartoznak ilyen kiegészítő gyakorlatok, amik növelik a teljesítményt. És ön és konkrétan akkor... egy edzésen mennyi súlyt mozgat? Hát, mondok egy példát, mondjuk 60 kilóból csinálok egy 10-es szériát. Az 10x6 az 60, az mennyi? Az már hát ma az 600 kiló. Az is egy szép szám, és ez csak egy. És egy 10 ismétléssel, az már 6 tonna. Na most hát ugyanezt megismétlen mondjuk egy helyből felvételve, helyből szakítva, vagy beülve szakítva, vagy guggolva, hát ki lehet számolni, hogy hát körülbelül egy 20-30 tonnát megemelek egy edzésen, simán. Hát Isten tartsa meg ezt a jó szokását, jó egészséget kívánunk, és további sikereket, mester. Jó, köszönöm szépen, addig csinálom, amíg lehet. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa egy igazi bajnokkal. További szép estét, viszontlátásra!